200 évvel ezelőtt, 1823-ban közadakozásból építették a Tolnai Szent Háromság szobrot. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel, így napjainkra már elég rossz állapotba került. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogásra ösztönzi a város lakóit. Ennek érdekében létrehozta a Tolnai Szent Háromság szobor felújításáért alapítványt. Szent Háromság abban az időben bajelhárító fogadalmi céllal nagyon sok helyen az országban építettek ilyen szobrokat. Feltehető, hogy ez a szobor is ilyen céllal épült. Ezt erősíti, hogy az Obelix felett található Szent Háromság szoborcsoport alatt 4 segítő szent szobra is található, Szent Valentin, Szent Donát, Szent Vendel és Szent Sebestyén. Külön kiemelném Szent Valentint, aki az akkori svábságnak a védőszentje volt, passaui püspök volt egyébként, és mindez arra utalhat, hogy a svábok is jelentősen hozzájárultak ennek a szobornak a felállításához. Tehát közadakozásból szeretnénk megvalósítani. Már megkezdtük a gyűjtést, adakoznak az emberek, de még természetesen nem jött össze a megfelelő összeg, de már annyi összegünk van, hogy el tudjuk kezdeni a szobornak a restaurálását. Az adakozók között nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok elszármazott is adakozott. Ez arra utal, hogy az elszármazottak is kötődnek Tolnához, és magukénak érzik ezt a szobrot is. A restauráláshoz nagyjából 15 millió forintra lenne szükség. Tehát szükségünk van még további adakozásra, ezért is nagy örömünkre szolgál, hogy a Tolna város önkormányzata és a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen, és az alapítványunk egy jótékonysági hangversenyt szervezünk március 25-én a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar közreműködésével. Itt is lehet majd adakozni. A Szent Háromság egy igazodási pont, és nem csak helyrajzi, hanem lelki szempontból is, mondja a városvezetője. Tolna város önkormányzatának nagyon fontos az, hogy ezeket a régi emlékeket, ha világi, ha egyházi emlékek, ezeket megújítsuk. És jött egy kezdeményezés, mert hogy aki nem áll itt a szobor mellett, az nem látja azért, hogy ez milyen rossz állapotban lévő szobor. Ugyan a város egyik jelképe, de ezt inkább autóból vagy messzebbről, fotókról, térképekről látjuk. És aki itt áll mellett, azért látja, hogy nagyon rossz állapotban került. És úgy tűnik, hogy néhány 10 évenként azért ez felújításra szorul. Mi nyilván a kezdeményezés mögé állunk, hiszen az önkormányzat a tulajdonosa ennek a szobornak, de azt gondolom, hogy lelkileg is nagyon sokat tesz az hozzá, hogyha újra közösen teszünk valamit. Számos példája volt ennek egyébként, akár a jótékonysági hangversenyek, akár az árverések, amelyek nagyon szép bevétellel zárultak. És én nagyon bízom abban, hogy az önkormányzat és esetleg az egyház mellett a tolnai civilek és a tolnai cégek is hozzá tudnak járulni ennek a szobornak a felújításához. Annak érdekében tehát, hogy minél több emberhez elérjen az akció, egy jótékonysági hangversenyt szervez a városvezetés az alapítvánnyal és a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen március 25-én. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a Lovardába, ami egyébként szintén egy jelképe a városnak, hiszen talán azok a régi építészeti emlékek, ugyanúgy, mint ahogy ez a szobor és a városháza, ugyanúgy a laktanya is, és azok már megújultak. Én nagyon bízom abban, hogy ez is akár még ebben az évben meg tud újulni, és újra régi fényében tud pompázni itt a város közepén.